December 5 vasárnapig még bárki regisztrálhatja kutyáját a kötelező ebb összeíráson. Az adatlapok kitöltésére három évente legalább egyszer sort kell keríteni az állatok védelméről szóló törvény előírásainak megfelelően. A kecskeméten élő kutyák összeírása önbevallásos módszerrel történik. A gazdiknak kutyánként egy adatlapot kell kitölteniük, amelyet az önkormányzat igazgatási osztályára postai vagy elektronikus úton szkennelve kell beküldeni az ebb nyilvántartó kukac kecskemét Címre. Ezen felül a hivatal gyűjtőládáiba a Városházán vagy a Hetény Egyházi kirendeltségen is be lehet dobni az adatlapokat. A szükséges formanyomtatványt többek között a Deák tér és a Rákóczi úti kormányablakban, a Fecske utcai földhivatalban a piaccsarnokban a városrendészetnél is el lehet érni, de a kutyákat az interneten a kecskemét.hu oldalon is lehet regisztrálni. Fontos tudni való, hogy az az app tartó, aki elmulasztja a regisztrációs kötelezettségét 150 ezer forint állatvédelmi bírsággal sújtható, emellett az összeírásban a mikrocsippel ellátott, és a szolgáltató állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is regisztrálni kell.